tetoválás egy elég jó lázadási forma, úgyhogy azt kellene elképzelni, hogy én egy tetováló művész vagyok, és megérkezik a kliens, tehát hello. Milyen tetkót szeretném, mert rohadt jó vagyok ebbe, tehát bármilyen tetkót rá tudok tenni, tehát sas, sárkány, turul, jó, bármilyen. Lehet, hogy így elsőre nem vevődik észre, de jobb, ha tőlem tudod, hogy egy kicsit de a kokó konditeremben a helyemre esett egy súly, azóta ilyen beszéd kontinuitási problémáim vannak. Teljesen mindegy, hogy beszélsz, az a fontos, hogy rendes ember legyél, ugye? Milyen tetoválást szeretnél? Na, mondom, a bicepszemre szeretnék egy kicsi szívet, hogy írja benne, hogy Erzsébe... Ez nem fog kiférni. Várjál. Szóval a szöveg csak annyi, Erzsébet sose sose fejezem be a mondatom? Nem, sose feledlek, és a szív legyen átszúrva nyil 12 illat. Csak egy darab nyilvesszővel mellette kiki. Ki az a kiki? Kiki kínai karakterrel írja, hogy szeretlek. Ismered a kínai karaktereket? Te ismered? Nem. Akkor én igen. Zsír. Hátamra is szeretnék egy na, mondom másképp, jó? Egy lángos tetkó. Tejfölös lángos jó lesz? Nem. Egy sajtos lángos? Nem. Egy ördög. Ördög? Igen. Ördög. Tütü. Tütűszoknyában. Tűznyalábban. Nem kreatív. Mi lenne? Egy ördög lenne? Tütűszoknyában. Eszi a lángot. Ne. Ki fognak nevetni? Akkor fognak kinevetni. Azzal, hogy Erzsébe sose feledlek, kínai karakter, azt írom, hogy szólja szószak. Ne. A melkosomra is szeretnék egy híres idézetet. Ham. A híres idézet amúgy. Ham. Kutyák is ismerik. Ham. Hamlettől. Hamlettől. Akkor az idézet valójában nem Hamlettől van, hanem William Shakespeare-től, ugye? Hamlettől van. Hamlettől van. Mi az idézet? Hogy lenni vagy nem lenni, ez. Ez van. Ez itt a kérdés. Mi? Amúgy tetett. Test ékszerek vannak itt? Mire gondolsz? Pici, ott van, kimész szépen, és jobbra, piercing. S hova tétetnéd a piercinget? Annyi nyelvembe. Hát az nagyon fasza lesz, mert akkor még sejpíteni is fogsz. Mi lenne, akkor kicsit javítanánk a dadogáson, mert mint sok betegség ez is gyógyítható. Például egy jókori szónok úgy gyógyult meg, hogy egy apró kavicsot tett a nyelve alá. Ki? Cicero. Hagyd abban, mert bejön egy macska, és aztán... Vagy mondhatnál egy ritmikus versikét ezzel is trenírozva a nyelvet, mondhatnád azt, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hót akarra el a bérci tetőt. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hót akar rá el a bérci tetőt. Ez az. Elmúlt. A beszéd kontinuitási problémám.